Üdvözlöm Önöket, ez itt a Kultúrszoba. A rohamosan fejlődő számítástechnika már a gyerekeink világát is erősen befolyásolja. A játékok sokassága között válogathat a gyerek, miközben elveszti a társas kapcsolatait, és eltorzul a gondolkodása. Nem állítjuk, hogy a hagyományos székelyjátékokról szóló könyv ezt a folyamatot megállítaná, ám a tapasztalatok azt mutatják, a gyerekek szívesen próbálgatják nagyszüleik játékait is. Lassan 40 esztendeje vagyok pedagógus, és egyre jobban érzem, hogy az elektronikus eszközök térhódítása mellett szükség van az együttjátszásra. Már nincsenek játékkultúrát birtokló idősebb gyerekek, akiktől régen természetes módon meg lehetett tanulni a játékokat. Mindezek késztettek arra, hogy összegyűjtsem a székely játékokat. Írta le Boros Tiborné gondolatait a könyv ajánlójában. És a tapasztalatok szerint a gyerekek szívesen forgatják és játsszák nagyszüleik játékait. Főképp az volt a cél, hogy amit egyszer összegyűjtöttem 40 éve lassan, hogy ezt valahogy átörökítsük a mai világban. Nem csak azért, hogy bukovinai széke gyermekjátékokat örökítsünk át, hanem egyáltalán a gyermekjátékokat. Ebben a könyvben, amit most jelent meg a nyár folyamán, a társas kapcsolatok azért dominálnak. Bukovinai székely származású vagyok, és a gyermekkorom egy részét Kalazmon töltöttem. Tehát ott laktunk, ezeket a játékokat, majdnem mindet játszottuk. Amelyeket nem, azokra emlékeztek még a múlt század elején született adatközlőink. Azok közül, az idősebbek közül már édesanyám él egyedül, 94 éves. Nagyon sokat tanultam tőle is, de azok főképp inkább a kisgyermekeknek szóló játékunk. A többieket vagy mi játszottuk, vagy az idősek elmondták, tehát van olyan játék is, amit mi már nem játszottunk, és ezeket is szeretném, hogyha átörökítenénk. Nem volt nehéz a gyűjtés, mondta a szerző Boros Tiborné Joli, mert az idősek is nagyon élvezték az emlékezést. Kijöttek, volt, aki betegen kiállt és eljátszotta, amelyeket végképp nem értettem, hogyan is játszottam, és addig mutogatták, hogy összeállt a játék tulajdonképpen. Két nyaramba telt, amíg én ezt összegyűjtöttem, akkor főiskolás voltam, és tulajdonképpen a szakdolgozatom témája lett ez a gyermekjátékok. Nem került akkor mindegyik gyermekjáték bele a szakdolgozatba, de megvoltak még a úgymond piszkozatok, és már a bekönyvbe azokat is beletettem. Nem tankönyv, de pedagógusok is használhatják. Nagyon sok játékot tanítottam én a gyerekeknek ebben. Vannak kedvenc játékok. És nagyon jól esett, mikor hát én testnevelést is tanítottam, nem csak tehát a más tantárgyakat. És játsszuk azt, amit a Joli nénivel, és ugye nem tudta az a pedagógus, hogy mi az a jó. És akkor a gyerekek megtanították. Tehát vannak olyan játékok, amik kimondottan kedves játékok, mind szobai, mind kinti játékok. Nagyon szívesen fogadják. Csak oda kell közéig menni és játszani. Tehát vannak olyan játékok benne, amit nem kimondottan bukovinai székely, ott is játszották, de hát az, mivel egyetemes a játékkultúránk, magyar gyerekek, tehát itt Magyarországon is játszották, de változata sok van. Joli maga nem tudja, hány játék van a könyvben, de több korosztály is talál magának benne megfelelőt. Azért, hadd mondjam el, a pedagógusok kutatnak sok játék után, és a népi játék az jelen van a nem székely pedagógusok kezébe is, tehát azért ők tanítanak olyat is. Én inkább a szülők kezébe adnám, a nagyszülők kezébe, hogy otthon is játszanak. Mert a természeti környezettel való játék az valahogy elmarad. Régen ugye kimentünk játszani, egy papsajtból tudtunk már gyűrűt vonni, vagy nyakláncot, míg ma már ez nem nagyon történik meg. A természetben csodálatos anyagok vannak, ami mindenből lehet játékszert készíteni. És nem is az a fontos, hogy a végén, hogy csak játszanak vele, hanem maga az, hogy elkészítik a játékot. Tehát az már nagyon nagy élmény számukra. Valószínűleg nem lesz újabb kiadvány, hiszen azok, akik még mutathatnának régi játékokat, nem élnek már.
Azt mondja a szerző, de a remény megvan, hogy a mikorosztályunknál még előkerülnek olyan játékok, amivel el lehet kápráztatni a gyerekeket. A szekszárdi evangélikus templom orgonája 200 éves. A hangszer a bonyhádi gyülekezet adományaként került Szekszárdra, ahol gyűjtést szerveztek a hangszer renoválására. Eközben derült ki, kivételes érték gazdagítja a gyülekezetet. A hangszer történetéről megmentéséért nagyon sokat tevő Haffenszel Károly egykori szekszárdi lelkész mesélt. Evangélikus templom orgonája ki tudja hányadik virágkorát éli. Így 200 évesen sok mindennek volt tanúja és elszenvedője is. A hangszer a maga nemében kivételes alkotás, de erre csak sok év után derült fény. A történetet az az ember meséli el, aki nagyon sok munkát végzett a megmentéséért és újraélesztéséért. Haffenszel Károly akkor Szekszárdon teljesített szolgálatot. Úgy történt az egész, hogy pontosan 90 esztendővel ezelőtt ezen a napon szentelte Kapi Béla püspök fel a templomot, de hát természetesen akkor egy nagyon nehéz időszak után nem volt pénz arra, hogy egy hangszer kerüljön a karzatra. A bonyhádi gyülekezet abban az időben gondolkodott azon, hogy egy új és modern orgonát szerez be, és a régi leselejtezi javítás helyett. Nem tudták, hogy milyen kincs van a birtokukban, hiszen egy kicsit magyar, kicsit német az építőjék nyomán, lehet ezt így mondani, tradícióval rendelkező barokk orgona szunnyatott, akkor már hát majdnem Csipke Rózsika álmát alva a bonyhádi karzaton, és ezt a hangszert felvásárolta volna anyagárban a pécsi Angster gyár, akik az új bonyhádi orgonát készítették. Erre persze azt mondták a derék bonyhádi sváb emberek, hogy akkor inkább odaadjuk a szekszárdi evangélikus kistestvérnek, így került ide. Annyira megszólaltatták, hogy az éneket lehetett vele kísérni, de hát a Csipke Rózsika álom az még évtizedekig eltartott. Akkori lelkésznek, a templomépítő lelkésznek a fia hihetetlen igyekezettel életben tartotta ezt a minimál funkciót egészen a 80-as évek végéig, tehát a gyülekezet énekét tudta kísérni. Németh Pál tudta, hogy hol kell rácsapni, vagy megrúgni az orgona oldalát, hogy azért megszólaljon, de hát azért ráfért egy nagy javítás. És ekkor Haffenszel Károly gyűjtésbe kezdett, hiszen a lehetőségek messze elmaradtak a szükségességtől. Elkezdtünk kutatni, és kiderült, hogy az elképzeltnél is értékesebb ez a hangszer, még romokban is, és hát nagy álmunk volt, hogy ebből egy olyan hangszer lesz, ami a barokk irodalmat meg tudja szólaltatni, és egy messzeföldön híres hangszerként tud itt a funkciójában működni. Volt rá 18 ezer forintunk, volt egy 8 milliónál nagyobb költségvetésünk, tehát abszolút irreális volt, a lelkesedés annál nagyobb volt, és részben a paksi atomerőműnek az első kis injekciója egy lökést adott, hiszen az akkori vezérigazgató Pónya József evangélikus hátterű felvidéki ember volt, aki mondta, hogy ezt el kell indítani, és aztán egyre többen csatlakoztak be. Hallatlan izgalmas dolgok voltak, mert menet közben derültek ki azok a titkok, hogy mi van az első, második, ötödik, nyolcadik réteg alá festve, hogy ez az angyal szobor, ami ott középen fújná a trombitát, ősi keresztény jelkép, az hogy kerül elő hátulról az egyik pad alól, és kiderül, hogy ez a szürkére festett angyal szobor egy mosolygó, sokszínű kis angyal. Kiderült, hogy olyan sípok vannak, amik hát 1804-es javítási dátummal szerepelnek, tehát nagyon-nagyon régi dátumok kerültek ki
az orgona belsejéből, aztán voltak nagy sztorik is persze, mert az orgonagyárból az éppen elkészült restaurált sípsorokat hoztam, és Budapesten ellopták autóstul a sípokat, úgyhogy itt mindenféle izgalmas történet volt, meglett, igen, nem tudták mire használni, azt hitték, hogy kályhacső, úgyhogy ebbe is izgalmas történetek voltak. Summa summarum, egy nagy anyagi, szellemi, lelki összefogással elkészült a hangszer, és hogy milyen kiváló és értékszúnyat itt, akkor derült ki, amikor egy nagy nemzetközi orgonaversenyt rendeztünk, aztán 92-ben itt, amire igazi nyugat-európai nagy szaktekintélyek is eljöttek zsűrizni, és hát rácsodálkoztunk arra, hogy mi mindent tud ez a hangszer. Azóta eltelt hosszú idő, 2,5 évtizednél is több, és az orgona szól, és reméljük, hogy ez még sokáig. Vigyázni kell rá, karban tartani kell, de ez a hangszer, ha megszólal, akkor az Isten dicséretére is, a gyülekezet örömére is, és hát a kultúra gazdagítására is maximálisan alkalmas. Különleges élményben lehetett részt a Héttorony Fesztivál résztvevőinek Pakson. Az igazán különleges atmoszférával bíró Szentlélek templomban adott koncertet a Cimbalom Brothers. Virtuóz tudását is Paksra hozta Unger Balázs. A Cimbalom Brothers és a Cimbali Band vezetője ezúttal egy fiatal cimbalomos tehetséggel az oldalán érkezett az atomvárosba. Tanítványa Horváth Áron, a Fölszállott a páva 2016-os győztese cimbalomozott vele. A mai estén itt a Héttorony Fesztivál alkalmából itt Pakson a Szentlélek templomban játszunk, ami nagyon-nagyon különleges atmoszférájú helyszín. Életemben egyszer már játszottam itt, de még így szóló koncertem még sosem volt. A mai estén a Cimbalom Brothers nevű formációmmal vagyunk itt, ami arról híres, hogy két cimbalom játszik egyszerre, és a kísérő hangszerek között pedig a gitár és a nagybőgő az, ami szerepel, és azért Brothers, tehát azért Cimbalom Brothers, mert két cimbalmos mindegyik hozta a testvérét a zenekarba. Lisztes Jenő a másik cimbalmos, ő a nagybőgőst hozta, Lisztes Lászlót, én pedig az öcsémet, Unger Gergőt gitáron, de a mai estén azért nagyon különleges, mert Jenő nincs itt, de elhoztam tanítványomat, Horváth Áront, aki 2016-ban megnyerte a Fölszállott a páva népzenei tehetségkutatónak a hangszeres szólista kategóriáját 2016-ban, és hát ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, akár számomra is, mint tanár, de az ő is hát megdolgozott, érte mondhatom. Olyannyira, hogy hát most már a tanítvány fölnőtt lassan a tanárhoz, és hát most már ő is, mondhatni, hogy ő a beugrós ebbe a formációba.
Cimbalom Brothers egy újabb, különleges, igazán szerethető szintre emelte hungarikumunkról, a magyar cimbalomról alkotott képünket. A publikum eddig még soha nem tapasztalt zenei élménnyel lett gazdagabb, a két híres muzsikus család és persze a beugró fiatal tehetség közös műsorától. Míg Jenő általában a jazz és a komoly zene felől közelíti meg a Cimbalom Brothers repertoárját, addig én a népzene és a balkáni népzene felől közelítek az anyaghoz, amit játszunk általában koncerteken. A mai estén inkább a magyar népzene és a balkáni népek zenéje lesz főszerepben, mivel hogy Áront is én tanítom, és hát azért ő is ebben érzi magát legjobban otthon. Úgyhogy érdemes lesz ezt a rendhagyó koncertet meghallgatni. Tényleg két cimbalomnak azért nagyon gyönyörű hangja van, és magának a helynek is nagyon különleges akusztikája van. Nagyon jó. Mindig szeretem az olyan helyeket, ahol erősítés nélkül lehet játszani, mert tényleg közvetlen adja vissza a cimbalomnak a gyönyörű csengését, de a többi hangszernek is a gyönyörű hangját élőbe lehet hallani, és nem még egy hangtechnikuson keresztül jut el mondjuk a hanga a közönség felé. Ez nagyon fontos. Tehát közvetlen én tudom kialakítani a hangot úgy, hogy ahogy az a közönséghez rögtön eljut. Már szép nemzetközi sikereket elértünk a Cimbalom Brothers-szel is, mert felkerült a lemez a World Music Chart-ra, tehát ez a világzenei topba igazából bekerült szeptember hónapba. Az első 20-ban landolt a lemezünk, ami egy nagyon-nagyon jó teljesítmény egyedüli magyar lemezként. A 60-as, 70-es évek három meghatározó színésznője, Tordai Teri, Esztergályos Cecília és Bordán Irén egy előadásban léptek színpadra Pakson, nagy sikert aratva. A még mindig kirobbanó formában lévő színésznők a mai napig nagyon aktívan élik mindennapjaikat, folyamatosan dolgoznak. Egy kis zenét! Zserbó! Az Új Színház előadásában három díva lépett színpadra, Pakson a Zserbó Tangó című előadásban. Tordai Terit, a végzett asszonyát, Esztergályos Cecíliát, az örök ifjút és Bordán Irént, a 70-es évek egyik meghatározó színésznőjét, a 60-as, 70-es évek szex szimbólumait egyszerre láthattuk a színpadon. A még mindig kirobbanó formában lévő színésznők a mai napig nagyon aktívan élik mindennapjaikat, folyamatosan dolgoznak. Egy magyar író írta, szerintem nem ránk gondolt először, de nekünk nagyon jól jött ez, mert ritkán vannak olyan szerepek, amikor a színésznők egy kicsit a saját személyiségüket is bele tudják adni. Mikor két színésznő találkozik, és olyan helyen bérel egy lakást, a Bordán Irén játsza a háztulajdon, nőt. Tehát mind a három nőnek kapcsolata van egymással. Ez olyan jó, mert a saját lénünket bele tudjuk adni. Most te jössz? Dó. Drága Kamillám! Igen, drága Klárikám! Igen, ilyen helyzetben még nem voltunk, tehát nagy színpadon nem játszottuk ezt a darabot, kíváncsiak vagyunk és kíváncsian várjuk, de én jobban örültem volna, hogyha előadás végén beszélgetünk arról, hogy játszottunk. Mert előtte mindenki mondhat mindenfélét, de... Hát kérlek szépen, majd meglátjuk, hogy sikerül. Milyen lesz a reakció, hogy szeretik majd a nézők, hogy tudjuk belakni ezt a nagy
színházat, mert mi stúdióban játszunk ezt, tehát stúdiós színpadon játszunk, és minden intimebb, közelebb van, tehát meg kell emelnünk a dolgokat, a hangot. De ez az a darab, úgy érzem, amit előtte is mondtam, amikor el fogunk arról felejtkezni, hogy kis színpad, nagy színpad, nézők hogy reagálnak. Én egyszerűen, mikor köszönünk egymásnak a Cilivel, és elindul két színésznő élete, akik először laknak együtt, mi se próbáltuk még a Cilivel, abban a pillanatban az élet beleszól. És reméljük. Hozzuk azt a hangot, hozzuk azt a hangulatot, ahogy találkozunk, ahogy odafigyelünk a másikra. Ez az igazi játék. Az egy ajándék, hogy az új színházban együtt van egy finoman szólva idősebb generáció, kezdjük a Koncz Gabival, Eszter Gályos, Bordán Tordai, hogy mi szinte napi kapcsolatban vagyunk, és bizony ilyen időskorban nagyon fontos az, hogy milyen lélekkel megyek be abba a munkahelyre, hogy kiket szeretnek, a fiatalokat, szóval, hogy odafigyelünk egymásra. Nagyon jó. Na, azt mondta ez a producer, hogy ez is olyan lesz. Na, akkor én inkább maradok az olcsó süteménynél. Jaj, süti kérő, jut eszembe, hogy ehetnénk akár valamit. Akár. Na, hát melyikünk ugrik le ide a közeldeivóba? A mostani fiataloknak szerintem nagyon-nagyon-nagyon nehéz a pályafutásuk, mert nincsenek meg az értékrendek, amik régen voltak. Sok helyen, hála Istennek, sok helyen játszhatunk. A mi színházunk olyan, az új színház Dörner György vezetésével, hogy ott helytállunk, de elenged bennünket sok helyre vendégszerepelni. Az a kötelességünk és feladatunk, hogy példát mutassunk a fiataloknak, hogy valamennyünknek az életében volt hullámvölgy, akkor magas hely, nagy-nagy siker, minden, hogyha az ember szereti a foglalkozását és ezt a szakmát szereti, akkor tulajdonképpen az a lényeg, hogy mindig ott maradjon, mindig. És nekem az a véleményem, hogy oda kell figyelni a fiataloknak, de azt elvárjuk, hogy ők is figyeljenek ránk. És ha ez megvan, ez az oda-vissza játék, akkor ebből egészen biztos, hogy születik valami. Aki igényli, akkor boldogan segítek, segítünk. Aki nem igényli, egyszer mondok valamit, látom, hogy nem fogadta meg, soha többet nem mondom még egyszer, mert nincs értelme. Inkább egy olyan próba folyamatot mutatunk be, amit még mi tanultunk anno, amikor még színművészeti főiskola volt, és nem egyetem. Tulajdonképpen az egymásra való odafigyelést, a fegyelmet, a koncentrációt, és ezt szinte nem is kell mondani, hanem mi ezt így csináljuk, el is érünk vele valamit, hát reméljük, hogy átveszik. Hát igen, mi még a régi iskolában jártunk, ahol ezek sarkkövek voltak, ezek nagyon fontos dolgok voltak. Tordai Teri és Eszter Gályos Cecília abban a megtiszteltetésben részesült 2018 tavaszán, hogy Kossuth díjjal tüntették ki őket. Nagyon boldogok voltak, hogy együtt kapták meg. Cili fiatalabb, mint én, de ha belegondolok, hogy 20 éves koromtól elkezdve, és 76 éves koromban kaptam meg a Kossuth díjat, akkor tulajdonképpen ezt a közönségnek is köszönhetem, meg a szakma, meg a kormány odafigyelésére, hogy tulajdonképpen az egész életművemet jutalmazták ezzel, és ez nagyon-nagyon jó érzés, felemelő. Én távol éltem a Magyarországtól 21 évig, és van mit még behoznom, de viszont, amit itt hagytam, karriert, és a filmek, a televíziós filmek, amiket csináltam, azért helyem van ebben a szakmában, méltó helyem van, és nem azt mondom, hogy nem lennék boldog, hogyha éreznék egy ilyenfajta megbecsülést is. Azért ilyen rossz kedvünk, mert soha életében nem gondolta volna, hogy a felesége elhagyja, a gyerekkel együtt elment. Próbáltam vigasztalni, hogy én mennyire tisztelem az ő munkáját, meg hogy milyen csodálatos művész, nem nagyon érdekelte. Beszélgettünk, cigarettáztunk, elfogyott a bor. Nagyszabású gála koncertre kerül sor a Babits Mihály Kulturális Központ Színház termében január 2-án 19 órakor. Népszerű operák, operettek és zenekari művek hallhatóak majd, amelyek tolmácsolásához a műfaj legkiválóbb képviselői érkeznek Szekszárdra. A zenei előadáshoz látvány- és mozgásművészet is társul. Közreműködnek Benedekfi Katalin és Turpinski Gippert Béla operaénekesek. Legyen a vendégünk
ne halassz el a zenés újévi köszöntést. A hangversenyen komoly kommentálásokkal, féktelen jó hangulattal, zenei sziporkákkal káptáztatjuk el a közönséget. Vezényelt Gyüdi Sándor, az est házigazdája Lukács Házi Győző. Legyen részese ön is az új év első hangversenyének Szekszárdon. Minden munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!